bemennek bármelyik pártnak, bármelyik politikusnak az ilyen fórumára, akkor csak azt az egy dolgot gondolják végig, hogy bármit ígérnek. Ugye az elmúlt 30 év abból állt, hogy mindent megígérnek a pártok, a politikusok, és abból soha semmit nem tartanak be. Ezért van, hogy mindenki ezt kérdezi, hogy mi a garancia arra, hogy mi most nem verjük át az embereket. A mi személyünk, meg azt, amit mi eddig tettünk, meg amit csinálunk ott, ahol mi mondjuk ásott halmon kicsiben kormányzunk, ahol már a mi hazánk megnyerte a választásokat. Ugyanis onnantól kezdve bárki láthatja, hogy egy politikus hazudik, és akármit ígér, abból semmi nem fog megvalósulni, amikor elmondja az ígéreteit, amikor elmondja azt, hogy mert mit mondanak, akárki fog kijönni az utcára. Mondjuk a Fidesz ebből a szempontból ugye egyszerű kérdés, mert ők semmit nem mondanak, ugye programjuk sincs, azt szokták mondani, hogy folytatjuk. Tehát programot nem szoktak írni. Ezek a balliberális pártok, a DK-tól a Jobbikon, nem tudom, kit felejtettem ki, LMP, Momentumon keresztül, mit csinálnak? Ugye elmondják azt, hogy magasabb lesz az önök fizetése. Elmondják azt, hogy magasabbak lesznek a nyugdíjak, elmondják azt, hogy alacsonyabbak lesznek az adók, és még ígérnek egy pár dolgot. Kérdezze, így van, amit hallani akarnak az emberek, kérdezze már meg valaki, és ezt mondják el azoknak, akik ma nincsenek itt, hogy ugyan tegyék már fel a kérdést, ha elmennek majd Jakab Péter, Fekete Győr András, Karácsony Gergely, vagy bárkinek a fórumára, egyetlen egy kérdést tegyenek föl nekik, hogy jól hangzik, amiket elmondanak, csak miből? Miből fogtok fizetést emelni? Miből fog csökkenni az adó? Miből lesz magasabb a nyugdíj? Ezt ugyan magyarázzák már meg egy forradalmi rendszerváltozás nélkül, egy totális gazdasági átalakítás nélkül, ugyan miből lesz? Ugyanis jelenleg az államkassa, az úgy néz ki, hogy akkora az államadósságunk, mint még 1995-ben a bokros csomag előtti időben sem. De az államháztartási hiány, az pedig még soha, még a bokros csomag idején sem volt ekkora, mint jelenleg, akkor hogy az atya úristenben akarják az ígéreteiket beváltani? Mit mondanak erre? Azt mondják, hogy ha majd ők nyernek, akkor nem lesz Magyarországon korrupció. És abból, amit ugye a korrupció elvisz, abból fognak tudni majd több pénzt adni az embereknek. És ugye ezzel csak az a baj, hogy az előbb elmondtam, hogy ugye a Fidesz nem számoltatta el Gyurcsányt, ebből egy kicsit azért következik, hogy Gyurcsányék valamivel tartoznak a Fidesz felé. Mert ott a sukorói ügy, amit ugye mi robbantottunk ki, és még a bajnai kormány, tehát egy baloldali kormány indított el egy nyomozást. És a Fidesz kormány alatt mentették ki ebből Gyurcsány Ferencéket. És vitették el a balhét, ültették le másfél évre az ügyintézőt a hivatalban. Magyarország történetének a legdurvább korrupciós ügye, amely Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban valósult meg, azt tudják, hogy melyik volt. Az Olaf azt mondta, hogy a budapesti metró beruházás. Ami ugye egy baloldali kormányzás alatt következett be. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy egy baloldali kormányra, ha leváltjuk a jelenlegi korrupt fideszes kormányt, akkor nem lesz Magyarországon korrupció, vagy még csak azt gondolja, hogy kevesebb lesz a korrupció, mert ugye mindenki úgy gondolkozik, hogy lesz ugyan akkor is korrupció, de nem ennyire durván, nem ennyire pofátlanul. Azoknak arra szeretnél fölhívni a figyelmét, hogy valójában a korrupció mértéke 1990 óta folyamatosan, brutálisan magas Magyarországon. Akár baloldali kormányzás volt, akár fideszes kormányzás volt. Korrupció szempontjából teljesen mindegy, hogy Fidesz vagy balliberálisok, ugyanolyan korrupt banda. Mind a kettő. Több milliárd forintnyi beruházás lezajlott Ásotthalmon, költöznek befelé magyar családok, sőt, amire a legbüszkébb vagyok, hogy külföldről jönnek haza. Lehet ezt így csinálni. Tehát akkor mit tudnánk elérni? Többségben kormányozva Magyarországon. Rengeteg mindent el lehet érni. És én nem hinnék ebbe, hogyha 8 éve nem lennék polgármester, és nem látnám azt, hogy még egy szegény, vidéki, 4000 lakosú kis településen is csodát lehet tenni, hogyha más a hozzáállásod, mint a többi politikusnak, a többi pártnak.